A kerekasztal jogsegélyszolgálata pert nyert a nyitrai kerületi bíróságon. A döntés értelmében nem csak az anyakönyvi kivonatok, így a születési, a halotti és a házassági formanyomtatványa lehet kétnyelvű, hanem a kitöltendő adatok is. A polgármesterek most azt kérik, hogy a belügyminisztérium módosítsa a számítógépes programot kétnyelvűre, ezt ugyanis az anyakönyvi hivatalok nem tudják megtenni. Mivel eltelt egy hónap gyakorlatilag, és nem látjuk azt, hogy valós, reális megoldásokra került volna a sor az ügyben, viszont mi szeretnénk teljesíteni a kötelezettséget, amelyet a törvény és a bírósági döntés az anyakönyvek részére előír, és precedens jelleggel végre el tudjuk érni azt, hogy az országban lesz egy olyan program, amely nem csak az űrlapot, hanem a benne rejlő tartalmat is két nyelven biztosítani tudja, úgy, ahogy az európai standardok ezt adják a kisebbségek részére. Jelenlegi átmeneti rendelkezésként a megjegyzések szövegkockába írhatták be kétnyelvűen az adatokat, ez azonban nem jelenti a probléma valós megoldását. A polgármesterek bíznak a teljes kétnyelvűsítés megvalósításában, ugyanis a bírósági döntésnek súlya kell, hogy legyen. Emellett a kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseit is be kell tartani. Itt elsősorban lehetőségről van szó, jogról van szó, tehát a magyar közösséghez tartozó polgároknak joga van kérni magyar nyelvű anyakönyvi kivonatokat, és ezt a jogot az önkormányzatoknak, illetve az államnak biztosítania kell. Ez egy olyan problémakör, amit, hogyha tényleg vannak előrelépések, hogy már nyomtatván lehet, akkor az a legkevesebb, gondoljuk itt néhányan, hogy akkor tényleg a tartalom is kétnyelvű lehessen, ha tényleg már vasúti táblák, megjelenések, települések lehetnek kétnyelvűek, akkor ez a minimum, hogy a 2020-as években már oda járjussunk végre, hogy akkor ez is megoldódhat. A belügyminisztériumba címzett kérvényt a polgármesterek a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosának is eljuttatják.